A 2024-es Párizsi Olimpia programjában már szerepel a kitesurf, ami a vízisi és a sárkány eregetés egyfajta extrém kombinációja. A fiatal sportág a 80-as évektől lett egyre népszerűbb a világban, majd a 2000-es évek elejétől hazánkban is hódít. A mozgásforma alaposabb megismerésében a sportági szakszövetség elnöke Herman Herik és Deák Tamás, Deák Tomi lesz a segítségünkre. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit lehet tudni ennek a sportágnak az eredetéről? Honnan származik ez a kitesurf? Surf, hogyha jól tudom, akkor sárkány szörfözésnek is szokták ezt hívni. Sokféleképpen szokták mondani, azért azt elmondhatjuk, hogy most már több mint 20 éve Magyarországon is ugye itt van, bár a legelején még nem ebben az igazán biztonságosabb megoldásban, de voltak úttörők, akik fölvállalták, és azért sok-sok-sok izzadságcsepp árán azért eljutott egy olyan szintre, hogy ma már azért egy hétköznapi ember is könnyedén kipróbálhatja, és elindulhat azon, hogy élvezetes szórakozássá váljon. De hát ettől ugye sokkal fontosabb az a hír, ami az előbb elhangzott, hogy 24-ben egy olyan szintre kerül ez a sportág, ami szerintem mindenki számára, aki ezt a fajta vízisportot szereti, egy nagyon komoly fókuszponttá válik, és hát ezen dolgozunk nagy erőkkel. Bízunk benne, hogy ott tudunk lenni, és minden szép lesz. Tomi, ugye gyerekként szinte mindenki kipróbálja szerintem a sárkányeregetést, van, aki épít is magának, hasonlítható egy picit ez a sport a sárkányeregetéshez? Tényleg ilyen szoros az összefüggés? Egy minimálisan igen, bár én gyerekkoromban csak egy zsinóros, egy négyzetméteres ernyőt eregettem, ez annál sokkal komolyabb, akár 21 négyzetméteres, óriási erőket generáló ernyőkkel száguldozunk, és engem inkább a deszkasport része fogott meg. Én nagyon szerettem snowboardozni, és valami hasonlót szerettem volna nyáron is csinálni, így találkoztam igazából a sporttal. Picit mutassuk be ezt a sportágat azoknak, akik talán annyira nem ismerik. Mi kell ahhoz, hogy valaki kitesurfözzön? De mindenképpen kitartás. Ugye egy extrém sportról beszélünk. Kicsit kibővíteném, mert ugye a klasszikus formája, amit ugye a Tomi is nemzetközi szinten űz, az, amikor vízen, és akkor inkább nem vízisihez hasonlítanám, hanem mondjuk inkább legyen egy deszka, egy deszkán, és fölöttünk egy 20-25 méterrel egy ernyő, ami húz, ugye ez lenne az általános magyarázat, de azért ettől egy kicsit távolabb mutat, hiszen van snowboardos változat, snowkite, van azért landboard, amikor mondjuk egy reptéren lehet egy ilyen ernyővel menni, és hát ott van, amikor befagy a Balaton, ott van a korcsolyával, tehát még ha nem is ezek a klasszikus megoldások, de azért eléggé szertágazó a lehetősége annak, hogy van a fejünk felett egy ernyő, és az minket tulajdonképpen valamilyen eszközön keresztül húz. A snowboard mellett ott van síléccel is lehet menni, és sorolhatnánk. De hogy visszatérjünk ugye a fő vonalra, az olimpián, amit ugye a Tomi is most már művel elég régóta, a klasszikus megoldással, amikor van egy bordunk, sőt, tovább megyünk, ugye az olimpiára már nem is annyi, azt mondom, hogy új, mert már egy régi történet, ez a foil, ami picit kiemeli a deszkát, és hát mondjuk erről a Tomi nyilván többet és jobban tud mondani, de a lényeg, hogy a klasszikusan a vízen egy deszkával, borddal hívjuk mi bordnak, és egy 20-25 méter hosszú zsinórokon egy ernyővel próbáljuk a szelet ugye a magunk malmára hajtani. És akkor gondolom legalábbis így az elmesélésből nem olyan nagy a felszerelés igény, tehát mondjuk egy autóba be lehet pakolni nagyjából mindent, ami kell a kitesurfhöz? Igen, abszolút ez egy nagy előnye. Az ember külföldre utaz, akkor gyakorlatilag egy 32 kilós ilyen golf bagnek nevezett táskába bepakolható a felszerelés, ami szerintem sokkal jobb, mint a windsurfnél, ami ehhez szerintem még hasonlítható a sport. Ugye a hajókról nem is beszélve, ott még nagyobb felszerelésigény van. Hogy zajlik a verseny? Tehát amit most majd az olimpián 2024-ben látunk, ott hogy zajlik a versenyzés? Ez a vitorlás versenyekhez hasonlítanám. Van két bója, az egyik a szél felé, a másik a széltől minél távolabb, mármint hogy a pálya párhuzamos igazából a szél irányával, és a rajtvonal az megvan adva, hogy mondjuk óra 3 perckor lehet átlépni, mindenki beállítja ezt a karóráján, és nézzük, és repülő rajtal egy hatalmas nagy bolyban, gyakorlatilag 50-en vagy 30-an, attól függ, hogy mekkora mezőny van, egyszerre lépjük át a rajtot. Itt nagyon kell figyelni, mert az ernyők közel vannak egymáshoz, összeakadhatnak, és nyilván ez óriási stratégiai döntés, a vízikreszt is kell figyelembe venni, és a legjobbak az
élmezőnyben sikerül elhagynunk a rajtvonalat, és néhány fordulóval felérünk a fönti bójához, amit megkerülünk, és aztán utána újra a lenti bóját vesszük célba. Egy ilyen pályán körülbelül általában két kört kell megtenni, ez olyan 12 km kájtozást jelent, ezt egy olyan 10-12 perces célidővel szokták végrehajtani. Azt mondják, hogy nagyon-nagyon látványos ez a dolog élőben, és hogy a média szempontjából, tehát közvetítés szempontjából is nagyon-nagyon élvezhető, fogyasztható a dolog. Azt gondolom, hogy ugye maga az olimpiai változat is, meg hát azért ne felejtsük el, hogy itt hasonlóan más sportágokhoz van egy freestyle megoldás is, amikor hát olyan ugrásokat és egyéb trükköket mutatnak be a versenyzők, hogy sokszor már a fizikai határokat is súrolva. Én azt gondolom, hogy maga a sportág, mivel szertágazó már most és egyre jobban jönnek be, egyéb mindenkinek ugye van egy-két ötlete, hozzátesz, kicsit rövidítsük, kicsit hosszítsuk, és ugye a Tomi kicsit szerényen fogalmazott, természetesen nem kell hozzá egy hajót cipelni a hátunkon, de azért ne felejtsük el, hogy a szél függvényében azért nem baj, ha van 2-3-4 ernyő, és most nem az olimpiai részre gondolok, hanem amikor általánosan elmegyünk kájtozni, nem baj, ha van egy-két bord, egy nagyobb, egy kisebb, attól függően, hogy most milyen szél össze kell rakni, megmérjük a szelet, tehát azért ebben van egy kis plusz elmélet is, amit vannak egy kicsit jobban belevisz, mint ami kellene, de természetesen azért jobb, ha nagyobb autóval megyünk, amiben úgy bele lehet férni mindennel. Tomi, milyenek a magyarországi edzés lehetőségek, és ugye ennek tükrében mondjuk az olimpiai szereplés esélye, a versenyzés esélye az mennyire reális egy magyar versenyző számára? Sajnos jelenleg itthon ez a szakág elég gyerekcipőben jár. Azt gondolom, hogy mindenki, aki megismerkedik a kájtozással, az eredetileg a freeride-olással kezdi, tehát nem foil deszkával, hanem egy wakeboard-szerű deszkával tanul meg kájtozni. Élvezi, hogy ide-oda csúszik, esetleg az első ugrásait. Én is egy 3-4-5 évig inkább ezzel foglalkoztam. A legmagasabb ugrásom az 20 méteres volt, és abszolút ez a disziplina érdekelt. Viszont ahogy a nemzetközi térben megjelent inkább ez a foilozás, és látszódott, hogy ebből lesznek nagyobb nemzetközi versenyek, olimpia, szerettem volna ezt a lehetőséget meglovagolni, és én majdnem, hogy pionírként ebbre ráálltam itthon. Hárman, négyen vannak, akik úgy, ahogy foglalkoznak itthon ezzel a szakággal, de őket már egy ideje elhagytam. A legnagyobb hátrány emiatt az, hogy itthon ugyan egész jók a szél lehetőségek, vannak a Balatonon, rengeteget tudok edzeni, idén is több ezer kilométert mentem, viszont leginkább annak a hiánya, hogy nincsen kirakva pálya, és minden esetben, és nincsenek mások, akikkel ezt a rajt kiélezett szituációkat lehetne gyakorolni, azt, hogy milyen érzés, amikor stressz alatt vagyunk, hiszen tőlem néhány méterre 60 km/h-val szárult valaki, azt nem tudom gyakorolni, ehhez csak a nemzetközi verseny alkalmával tudom összeszedni a tapasztalatot. Ez mindenképpen egy nehézséget fog okozni, de remélem, hogy a következő években itthon ez egy kicsit változni fog, esetleg a szövetségnek lesz térnyerése, és így jobb edzéseket és esetleg próbaversenyeket lehet itthon csinálni, ami segíti majd az olimpiai felkészülést. Vagy gondolom külföldi versenyekre menni, de hát az is biztos, hogy komoly költség, ugye? Igen, hát a legoptimálisabb az például a franciák, ők gyakorlatilag minden nap tudnak 10-20 fős mezőnyben edzeni, ahogyan itthon az úszók, hiszen lemennek a medencébe és a legjobbakkal úszhatnak. Itthon egyelőre ez még nincsen, de igyekszem addig külföldi tapasztalatot szerezni, idén is még lesz több verseny. Hát akkor sok sikert ezekhez a versenyekhez, illetve sok sikert a felkészüléshez. Várjuk a friss híreket a kitesurf-fel kapcsolatban, és köszönjük szépen, hogy itt jártak. Köszönjük szépen.